Többek között a punk, rap, rock, illetve a különböző népzenei elemek találkozásának is szem- és főtanúi lehettek az Orevoir koncertjére érkezők a Szépasszonyvölgyben. A közönség megismerkedhetett a 2015-ben alakult zsámbéki fiatalokból álló etnobeat zenekar műfai sokszínűségével. A 8 tagú banda bulia után stábunkkal Agócs Mártonnal és Fejér Mihállyal beszélgettünk. Szebb szeretőm van, mint másnak, jaj, mint másnak. Bár csak ilyen szépen volna, kevesebb én igyen volna. Korábban azt nyilatkoztátok, ami nekem nagyon tetszett, hogy egyszerű emberek vagytok, akik bonyolult zenét készítenek. Ehhez hogyan álltok? Ezt fejtsétek ki, kérlek egy kicsit. Ez tök jó ez a mondat, egyébként nem emlékeztem erre. Hát... Miután 8-an vagyunk a színpadon, és nem csak 8, hanem mondjuk 13 féle hangszerrel, így szerintem magától értetődő, hogy bonyolult lesz a zene, főleg, hogyha nem mindenki ugyanazt pengeti. Szerintem így, Marci? Hát, tényleg egyszerű ember vagyok. Szerintem a Fejér Mihály mondhatta ezt a mondatot, és egyetértek minden szavával. Szerintem a rengeteg világzenei téma, keverve néha rockkal, most már egy kis punkzenével is, van, hogy tangóval, illetve hát főleg magyar népzenével. Én azt gondolom, hogy ez lehet a mondat mögött. Kicsit megint úgy fáj, minden nap az élet olyan jó, amikor hagyja dobom magam olyan kár. Mindig jön egy ugya, pedig milyen szép, rátadod a kezembe, de látod, hogy elég. Említetted a magyar népzenét. Mennyire lehet azt mondani, hogy az elmúlt években egyre inkább árnyaltá vált ez a része a zenéteknek? Tesz majd az idő megmondja, hogy ez mennyire lett árnyalt, mert azért készülünk nem csak punk, rap, rock dalokkal, hanem igenis a tarsolyban még ott vannak konkrétan autentikus témák. Az biztos, hogy korábban sokkal több népzenei, főleg magyar népzenei elemet játszottunk. Külön emeltem ki azt, hogy magyar népzenei elemet, mert a népzenei elemek azok nem szűntek meg, csak nem feltétlenül magyar, hanem a Alaszkától egészen Angliánál tovább nem merészkedünk, nem, úgy mindenféle országból igyekszünk összeszedni, főleg mostanában a szláv cuccokat. Alszik a nyár, földre hullik elém, néma csöndben táncolt jár, s tova fújja halkan a szél. Már nem annyira az a zenekarnak így a dalszerzésben a fő koncepciója, hogy dolgozzunk fel létező népdalokat, vagy népi dallamokat, hanem inkább ezekből inspirálódva írjunk saját témákat. És nagyjából ez is történik egyébként. A legutóbbi lemezünkön igazából egy olyan dal van, ami konkrétan magyar népdal feldolgozás, és még egy másik, az Atiéd, abban van egy macedón népdal, de a szöveget ott már a Misi átírta a verzében, úgyhogy hát igazából nem direkt, hanem valahogy ez így organikusan így alakult, hogy
hogy már kevésbé a konkrét népdalfeldolgozások adják a műsornak, a, vagy legalábbis az új daloknak az alapját. A tiéd a tüske, a tiéd a rózsa, a tiéd az inge, a tiéd a foltja, a tiéd a múlta, a tiéd a erge, a tiéd az első, a tiéd a vége. Versfeldolgozások egyébként mennyire jellemeznek benneteket? Gondolok itt a Kár Pilinszkire. Megbeszéltük a zenekarral, hogy minden lemezre kerüljön egy versfeldolgozás, mert nagyon szeretjük az irodalmat, még ha ez nem is látszik rajtunk feltétlenül. Van ebben egy kicsit ilyen kultúrmissziós hadjárat is, de a valós és igaz magyarázat az tényleg csak annyi, hogy szeretjük a verseket, és annyira jó dalszövegek tudnak lenni ezek néha, hogy bűn lenne, vagy hát kihagyott zicser lenne, hogyha nem dolgoznánk fel néha egy-egy verset. Azt gondolom, hogy szeretlek, ha egy kicsit megölellek, még százszor is megölellek, mégsem igazán szeretlek. Azt gondolom, hogy szeretlek, ha egy kicsit megölellek, még százszor is megölellek. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt te fogalmaztad meg, hogy a zeneízlésed olyasmi, mintha mondjuk egy ilyen régi múzeum lennél, mert hogy milyen a zeneízlésed? Azt gondolom, hogy a zeneízlésem az a, főleg, hogyha régi múzeum, akkor az a szüleim bakelit lemeztára és kazettatára lehet. Egyébként bevallom őszintén, hogy tök megleptek ezek a kijelentések, amiket én mondtam, remélem más nem mondtam. Most, na ez a gyóntatás. Biztos vagyok benne egyébként, mert én gyerekkoromban a szüleimtől nagyon-nagyon-nagyon színes palettát kaptam. Nyilván voltak kiemelkedő előadók, mint Cseh Tamás, vagy a Doors, vagy a Rolling Stones, ami szerintem kb. Minden most 60-as korosztálynak ilyen nagy szerelme. De ez amúgy nem szűnt meg, és zenekaron belül sem szűnt meg. Sőt, van egy platformunk, amit bár ritkán használunk, de gyűjtögetjük azokat a zenéket, amik nagyon-nagyon széles palettán mozognak, és akár valamelyik tag szeretheti. Hát ez szerintem az átlag hallgatónak mondjuk úgy, hogy hallgathatatlan. Ezek főként instrumentális zenék, nagyon-nagyon sok világzene, 20 perces improvizációk a színpadon különböző országokból, különböző hangszereken. Tudod, a múzeumban egy idő után bekerülnek azok a dolgok, amik most még újnak tűnnek, de nem tudom, 100 év múlva az már múzeumban lesz. Kortárs részleg. Igen, nem tudom, hogy lesz az elvetemült múzeum, aki egyszer az Au Revoir dolgait is múzeumba rakja, bár elrettentő példák is vannak a múzeumokban. Na, ezt nem kellett volna múzeum, és akkor ott lesz egy ilyen külön terem, amit a mi zenekarunknak fognak szentelni. Már beszéltünk muzeológusokkal ezügyben, és nagyon nyitottak az ötletre, hál' Istennek. Hát a 6 történeti múzeum, tudom, most már 7 történeti lesz. De nem tudom, te merre mész, szállít, ne vedd el, hogy engem is vigyél. Szólok, hogyha elfelejtenél, vigyél. Szólok, hogyha elfelejtenél, vigyél. Szólok, hogyha elfelejtenél, vigyél. Szólok, hogyha elfelejtenél. Köszönjük szépen!